Sziasztok, lányok és srácok! Red Dead Redemption 2 Story Mode Arthur Morgan kalandjai következő epizód, azaz a negyedik rész. Arthurunk megint elmereng itt a legendás állatok térképen, és még mindig fáj a szívvel gondol arra, hogy az a három állat egyelőre nem lehet az övé, nem vadászhatja őket le. Ugye, ahogy a előző részben ugye elhangzott, addig is Arthur hasznosra szeretné magát tenni, a saját maga és társai kényelme érdekében elindult, hogy tökéletes minőségű vadakat ejtsen el annak érdekében, hogy a tábori kényelem minél magasabb szintre emelkedjen. És most úgy döntött Arthur, hogy elmegy egy újabb kalandra, méghozzá egy tökéletes minőségű pronghorn, azaz antilopot szeretne lőni, valamint farkasokat szeretne levadászni. Beadták az igényt a társak, és farkasból 3 darab kell, 2-nek a prémie, és 1-nek pedig a teljes teteme, úgyhogy ez megint kétfordulós lesz, mivel ugye 2 tetemet nem tudunk elhozni. Először megpróbáljuk levarázsolni az antilapot, majd pedig utána a farkasokat próbálom meg levadászni. Úgyhogy most vonattal megyünk Ballast Stationig, $9.20. Képzeljétek el, hogy miután az előző résznek vége lett, ugye mondtam, hogy leveszem a lóról a nyelvet, mert hogy úgy hamarabb ki tudja magát pihenni, és a gyerek olyan sikeresen bebagzódott arra a helyre, hova a gyereket tenni kell, hogy nem tudtam levenni, úgyhogy kénytelen voltam a lóval szőrén ellovagolni egy istálóba, és ott visszarakni rá a nyerget. Nagyon tetszik ez a grizzlis rész, ez szerintem zseniálisan néz ki. Lobunk már itt vár, remélem nem üti el! Hát ezen... elütötte. Elütötte ezt a szerencsétlen lobat. Gyere! Gyere, Blacky! Tíz fok, akkor még nem kell túlöltözni. Most ez a jelzés, ez a farkasok felelhetőségét mutatja. Viszont én ugye most a pronghornt, vagyis az antilopot, beszéljek már magyarul, de utána néztem, itt az előző részben végig itt pronghornoztam. Mondom, megnézem már mégis, ez mit jelent, nem volt meg a tudás. Jó, most elhagyjuk a jelölést, mert itt a folyó mentén találkoztam ugye legutóbb, amikor itt vadászgattunk pronghornok. Na hát most az előbb ott volt a vad. Hova lett onnan? Kösz, Rockstar. Ott legelt az előbb. Azok bizony pronghornok. Az a taktika. Itt egy kicsit ellovagolók a... folyó mentén. Az is egy pronghorn. Nem látom, hogy hányos szinti. 3-as, 3 csillagos. És az a nagy vad az mi? Az meg egy jelek. Az hányos vajon?
mindjárt kiderül. Gyerekek, Ultimate Taktika. Lovat itt hagyjátok. Addig a vad se tűnik el. És megtekintjük ezt az elket. Három csillagos, gyönyörű. Most vagyok megint bajba. Nagyon jó sikerült eltalálnom. Hát is azt hogy ezzel, ezzel én hazaszaladok. Tudom, hogy ez egy őrült dolog, de... Vagy valami kocsit kellene keríteni útközben. Lopni valahonnan valami szekeret. De először is azt kell megnézni, hogy amiért jöttünk, ez itt, ez bizony három csillagos maradt, jaj, meg ne nyugzam. A teljes tetem kell. Felpasszintjuk. És akkor hát elindulunk. Mert azt hiszem, hogy itt a sztoriban nem működik. A vontatásos dolog, illetve működik, csak azt hiszem, hogy teljesen jogosan, ugye sérül a vad. Hát most már nem érzem, mi van itt. Gyerekek, kicsit kalandoztok velem. Hogy innen esetleg nem tudok egy csor... Hol a lovam? Ére már! Gyere! Gyere! Gyere már, hát komolyan bakker kérvény kell, vagy mi az öreg ördög? Mi a tököm baszom baja van ennek most meg hirtelen? Idióta. Mondom, hogy gyere, akkor gyere. Ugye? És ez valami szekér. Ő, ezek oldiszkók. Na akkor innen takarodjunk. Megnézni gyerekek, hogy
Station nincs nagyon messze. Jön velünk a ló. Jön velünk a ló. Hova jött a szekér? Most addig a ló nem jött, most jön mind a veszett. Szerintem annak a bőrnek ott annyi lett már. Hol van a nő? Franzo van. Tököm, aki lövöldöz rám. Na várjunk, 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 várjunk. Jó. Volt valami tábor, és valahol itt az úton maradt el a bőr, de szerintem igen, az már eltűnt, mert hát miért ne, ugye? Máskor a tetem ott rohagy, vagy? Nem eltűnt. Múltkor ugye a fehér óra, fehér lovat meg akartam fogni. A büdös francba! Kurva élet, akkor is fogok egy kocsit. Bocs. Elkapott a hív. Utána megyek. És itt merre ment. Ez ilyenkor valami szublimál, vagy mi van? Itt ment. Mi van ebben a kocsiba? Gyorsító, vagy mi az ördög? Ott megy a szekér. De ezébe megy. Démon Hill vagy. Mihály Schumacher. Ahogy megy azzal a kicseszett szekérrel. Mit
De miért az? Két pisztolyos váltók és nem mit csinál? Érjük már utol! A francba! Na végre. Ja, de most ilyen, hogy ilyenkor a lovak izének, aha. Jó, adjuk ezt a hülyeséget. Ki a franc van itt? Hol vagy te bunkó? Szopó. Bocsánat. Most ugye az a baj, hogy hiába volt az egész, mert a szekeret elvesztettük. Na. Azt kell megnézni, hogy itt Valley Stationben. Aha. Van itt vegyes bolt, itt bevásárolunk. Szerintem Lónak is kell venni kaját. Most jön, ami még nem volt, kipróbáljuk, hogy a vonat út alatt megmarad-e az utca lovon, vagy sem. Megjöttek legalább, hogyha van rajtunk bounty, de elmúlt percek eseményei folytán, akkor vele is fizetem, ugyanazon a rendőrettel. Minden további nélkül. Tudod is itt, hogy egy lovas kocsival gyorsabban tud haladni, mint én lóval, vágtázva. Tehát ez egy elég hülyén van megoldva. Nehogy már egy lovas kocsi gyorsabb legyen, mint én lóval. És hát az, nyilván az, tehát látom, hogy az. Tehát a gyorsabb. Na. Oké. Hattam akkor már, ha már western, akkor csináljuk rendesen western módra. Lovat kössük már ide. És akkor szépen nem kötöm ki, mert ugye el akarok menni vonattal, és nem szeretném, már nem hiszem, hogy itt marad a ló. Nézzünk egy... Nincs bounty. Jó, benézzünk a... Hello, Mr. Welcome, sir. Come see what I got. Let me give you a tip. You don't grab this jerky here real quick, ain't gonna be none left. Got my full stock in there. Was it just a horse cart? Our next train's coming right up. Check your bags and under your seats.
all yours. Jó, outfitek nem érdekelnek. Provisions és ugye a fresh foodból kell venni. Vagy hát kellene. Good choice. Kenyeret nem veszünk, ez kell nekünk. Good stuff. Az a keksz. Jó. That should be good. Ha nem megyünk be oda, mert akkor inzultusnak veszél. Inzult. Na, Arthur, tehát azért a hölgyel kicsit finomabban lehet, köszi. Oké, megyünk vissza Rhodesba. Leszállítjuk az antilopot. És aztán megpróbálkozunk ezekkel a farkasokkal lehet. Kettőt jó lenne lőni. Már nem, hogy két lövés leadni, hanem, hogy két farkas jó lenne elejteni. Nem, nem, a lovam az itt fog várni, és ott van rajta a cucc, jó helyes, akkor, akkor van attól lehet mindenképp közlekedni. Nem veszik el a vad. Na, Arthur, gyerünk, mozdulj már! És meg úgy jött elém, mint aki ezzel én nem látott. Máskor, amikor hívom, akkor meg nem mozdul. Gyerünk, ezzel a pronghornnal be kell érni. Ops, itt elrontottam. Megvan a challenge. És ha már egyszer beadta. Ha már egyszer bedobta itt a ride from Valentine to Rose in less than 5 minutes. Valentine van Rose-ba kellene menni, kellene lovagolni 5 perc alatt. Hát jó. Mivel most arra nem fogok időt szakítani. Beszél a levegőt, mint akinek baja van. Azt mondja, a hős visszatért. Persze. A hős. Oké. Mr. meghoztam a... Evening, Arthur. Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. I will. Yeah. It's better than nothing, Pearson. This should keep us fully stocked. Thank you, Arthur. No.
Akkor most megnézzük az upgrade-át. Jelen meg ide a Cougar kell. Hova a... Akkor szerintem az a... Main camp... Nem ide. Hova kell a Pronghorn, gyerekek? Addig az van, azt írtam fel, hogy vagy ide kell a Pronghorn, viszont nem nyúzva, hanem hogy nem egészben, hanem nyúzva. Elődössetek már hé. Johnhoz biztos, hogy nem, mert Johnnak kb. Egy dolog kellett, azt megcsináltuk. Camp Tables, oda csak egy dolog kell. Chuck Wagon. Perfect, de akkor az nem az volt, ami nekem kellett. Jó, nem, az, amelyek itt szarva van. Jó, akkor összeállatot hoztam viszont ide. Annak annyira nem örülök. Na, akkor viszont visszamegyünk. Visszatesszük a jelölést ide. Nekünk másmilyen Pronghorn kell. És az a másmilyen Pronghorn, azt most fogjuk lelőni. Akkor megyünk még egy kört. Viszont így akkor a farkasokra most nem fogok időt keríteni, mert akkor megint nagyon túlságosan hosszú rész lesz. Megpróbáljuk azt az egy Pronghornt levadászni. Na várjunk, srácok! Ugye innen... Innen akkor Strawberry-be kell menni. Ugye nem tudunk a választésre menni, mert ott csak vonattal tudunk menni. Úgyhogy nekünk ide, innen most Strawberry-be kell húzni a csíkot. Nem tudom, hogy ha megpihennénk, hogy akkor le tudom meg róla venni a nyerget, mert ugye töri a házát szegénynek, úgyhogy azt, hogyha dábort vagyok ott a farkasoknál, akkor azt mindenképpen meg kellene játszani. Megpróbálom úgy megcsinálni, hogy a Pronghornt egészbe elhozom, és akkor a farkasból meglövök kettőt, és azokat megnyúzom, és akkor a háromból két farkas megvan. Itt most merre visz, csak úgy érdeklődésképpen. Jó. De lényeg az, hogy nem kell legalább bemennem a településre. Pillanat. Fegyver.
település közelében, ugye, ugye folytja a játék a dolgás sebességet. Kényszerít, hogy lelassítsak, mert ez jó volt. Majdnem megkínáltuk arccal a talajt. What's that you got there? You ain't interested in no scrap paper. It's nothing. Just something for wiping and sniffing in the night. Yeah. Well, I got to go now. Na, es már le róla. Na végre. Ha benne az van, hogy térkép van. Azért. Is. Tehát nem akármilyen bronkhorn kell, hanem olyan bronkhorn kell, aminek ugye ilyen kis kis szarva van. Ilyenekhez itt volt szerencsém itt a folyó mentén. Az nem pronghorn, az biztos. Ez egy szaros volt. Ez mi a bánat? Eldobta magát itt egy vad. Az őz. Az is őz. Ho-ho-ho. Pronghornok. Ezeket követni kellene. Na egy pillanat. Tudom magunkra ilyen szaksemlegesítő cuccot. Jó lenne, hogyha ez lenne az a vad, amelyik 3 csillaggal rendelkezik. Valahogy, ha magasabbra kéne mennem, hogy rálássak rendesen. Nem, ez egy csillagos. Jönnek a haverjai is.
látom rendesen, hogy azok milyen állatok. Az nem olyan pronghorn, ami nekem kell. Ah, ho. Egysüleg egy csillag, három csillag. Puska elő. Emelt, az a három csillagos, szélső, emelt fel a kis fejed. Srácok, én itt most elmentem, pofátlan módon, mert a farkasos sztori az kétséges kimenetelő lehet, és ha meghalok, akkor viszont elveszítem a vadat. Azt meg én nem szeretném. Lehet, hogy ti szeretnétek, de én viszont nem szeretném. Vagyis... úgy lenne fel, vagy hát nem tudom, de igazából... most inkább engem az érdekel, hogy effektív vagy olyan a dolog, nem az, hogy fair. Készítem ezt. Szerintem farkasok üvöltöznek már. Ezt kell megnézni, hogy milyen messze vagyok a helytől, ahol mennem kell. Hát onnan még messze vagyok. Hát kéne vágnom a folyón. Nagy pillanat. Először is kaja. Másodszor kaja a lónak. Harmadszor be kéne tonikozni. Hideg van. Ennyire azért nem vetkőzzünk le. Oké. És nekem még éjszaka kellene rájuk vadásznom, úgyhogy... tábort kell majd várnám. Mi az ott?
farkasok. Van még? Hol van? Egy csillag. Csak fel. Szupi. Másik. Fasz, ez csak egy csillagos. És én nem lóról kell ez, hanem majd meghallottam farkast. Nagyon észre kell itt venni. Ezt megnyúztam, abban a pillanatban mentek, hogy legalább az egy farkasból meglegyen. Hallottam az előbb még itt. Nagyon kiabált, vagy hát üvöltött, kiabálni az ember szokott. Szarvukosok. Itt egy ember jön. Jó, néha de lehet, hogy be kell, hogy kapcsoljam, használjam, mert nézek térképet. Mi az? Dél-nyugat felé kellene elmennem. Dél-nyugat. Abba az irányba. Jó, megpróbáljuk, amit a videóban láttam. Hideout. Milyen hideout cseszed?
Na. Szállj már le, tudjánkor... Ilyenkor a tabut. Miért nem engedi használni? Hát még mindig nem engedi. Can you set up camp while in a hideout? Kutya legyek, ha ezt értem. Ja, hogy ott az a kicsit hideout. Ó, de jó. Nem belegy, ott egy medve van. Meghozzá egy grizzly. Volt egy grizzly. Jó, mentünk. Bocsi. Tudni most elvinni. Nem tudok most, hogy leidet adok. Oké, helyes. Rakunk le ide kempet. Erről lekaptuk a bundát. Na jó, igazából ez most annyira nem volt értelmes húzás. Ott van valami állat. Kojótok. No, hát gyerekek, megpróbáljuk a táborozást. Lenyomjuk a kempet, és próbálkozunk estig táborozni. Mennyi van most? Táborozzunk éjszakáig. Kéne szedni.
megnézzük, hogy hol is vagyunk. Elővesszük a ez melyik puska? És ezen van távcső, ez nagyon jó. Volt, vagy valami hasonló. Ugatott. Voltál megyek erre még. Hogy vonyítanak. Visszamegyek. Sajnáljuk, ez elég félelmetes. Mindenfelől hallom a vonyításukat. Azok nem farkasok. A farka adnám itt ezt a... viszonylagos... magaslati pozíciót. Szaros volt. Várjunk csak. Az ott a madár. Lejött a dögre. Az ott mi? Az egy elak.
tűnik, hogy itt most sikerrel járok, úgyhogy én nem is nagyon kísérteljem tovább itt a sorsomat. Szerintem hallom pedig a farkasokat, hogy vonyítanak. Fekete medve. Megint rákezdtek a vonyításra. Erre fordulok, akkor erősebben hallom. Hogy vonyítanak. És egy három csillagos vad. Hát gyerekek! Az addig is, hogy nem is nagyon merek mozogni, de gondolom arra rájöttetek, hogy bennem van a rock and roll. Valamelyre pedig el kell elindulni. Lebontam a tábort, és hát elindulok bizonyos irányba. Ott van! Előjöttek gyerekek. Lovám jelzett, hogy valami nem oké. Ezt megnyúzzuk, akkor kettő megvan igazából. És így is ez volt a maximum, mert ugye a másik, ami még kell, az viszont tetem, viszont azt még nem tudom elvinni, mivel ott már ott van a másik. A pronghorn. Úgyhogy akkor ez a misszió is sikerült. Megyünk haza, jelentem. Irány Vele Station, és aztán onnan meg vonattal haza Rosba. Okay.
Jó, most gyorsan mentés, mielőtt bármilyen vadállat megtámadna. Kitűnő. Jó, és akkor most megkeressük Valestation-t, és Valestation-ből bejelöljük az útirányt. Jó, és jöttük kezdve senkinek meg nem állunk. Enemy gang, nem mondjam, ezek mindjárt elkezdenek rám lőni. Oldriscoll-ok lehetnek. Jó, mielőtt azért teljesen betolnánk, azért a lobat rendbe rakom. Lett, 4 fok. Na, ennyire azért nem etkezünk ki magunkból. Érdekes, hogy 4-es is ez van. 2-es. 2-es is ez van. Én ezt nem értem nekik, ezt a szisztémát. Nem ez a ruha kell. Tehát... fuck this shit. Jó, ez... elfogadható. De nem ez van elmentve a nyeregre, tehát nem értem. Zsajnális, hogy az, hogy a játék nem bírja megjegyezni, hogy milyen outfitet mentek el rá. Tehát a nagykalapos outfit, hát jó, oké, nem megy neki. Tehát nem értem, hogy miért egyébként, amikor 4 outfit van elmentve, és nem kétszer ugyanaz. Hova tűnt? Na várjatok! Kavalé! A Pronghorn eltűnt az erről jelenlegre, tehát nem értem ezt a játékot, tehát tényleg. Tehát sokszor nem értem, hogy ez mi, ez ilyenkor mi. Agyomra megy ez is, hogy ezt minek kell bedobni,
Hova megy? Hova megy a ló? Mit csinál? Idióta. Mit művel az ilyenkor? Hogy azért meg kellene tisztogatni, most meg nem állok senkinek. Az fix, hogy nem. Jában nyög. Próbáljuk, amit megpróbálunk. Good to see you back, sir. Thanks. See you again soon. Rose-ba akarok menni. Farkassal adósok vagyunk, de most azt nem akarom azzal most az időt tölteni. Itt a résznek itt vége lesz, hogy beérünk. Rózva. Nem értem, hogy hova tűnt az állat az előbb. Jó, állj már föl! Mozdulj már meg! Okay, then, girl. De van téve 25 kerítés, meg minden szar, hogy azon is keresztül lehessen esni. Itt is van egy marka, csak azt nem tudom, hogy minek. Tüntesd már el onnan azt. Most gyerekek, hogy ezt mondom, de most a legkevésbé az érdeke, hogy a lónak baja van. Szerintem vicc, amit a sztoriban is művel a játék. Mert az, hogy online-ban olyan, amilyen, azt már hogy mondhatom meg, hogy megszoktam, de itt ugye ezt is, itt is. Imádom nagyon ezt a feelinget, de tényleg ezek a játékbeli dolgok, ezek nagyon fel tudják cseszni az agyamat. És ez egy hármas játék. És ez nincs meg a prém, mert outfitet váltottál. Kabali. Vagy outfitet akartál váltani. Hagyjam már vizitdel.
akarom menni majd magamra ezt a hülye kabátot. Gyorsan essünk túl itt a... Perfekt, pronghorn. Well, the quality's a bit lacking. We won't get much for it. Well done. Ez egy farkas szív is. Jó, és akkor most megnézzük, hogy... How are you on space in that bag of yours, Mr. Morgan? Ugye nem Arthur, nem is Johnnál, nem is a Kemptable-nél, csak Vegan. Ide tudjuk tenni a... Igen. Megint campfire, és ide tudjuk tenni a farkas bőröket. Nos, remek, akkor lányok és srácok, ennyi volt ez a rész, innen fogjuk folytatni a további fejlesztésekkel. Addig is legyetek jók, sziasztok!